Szeretettel köszöntöm a VEAB 50. közgyűlésének jelenlévő kedves vendégeit. Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy rendezvényünkről felvétel készül. Kérem a jelenlévőket, hogy az ünnepség időtartamára szíveskedjenek kikapcsolni mobiltelefonjaikat. Felkérem Padisák Judit, akadémikus asszonyt, az MTA VEAB elnökét, hogy köszöntse meghívott vendégeinket. Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Kollár László akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárát. Brányi Máriát, Veszprém megyei jogú város alpolgármesterét. Mészáros Ernő akadémikust, a VEAB korábbi elnökét. Pósfai Mihály akadémikust, a VEAB korábbi elnökét. Gelencsér András akadémikust, a Pannon Egyetem rektorát. Túri Bálint urat, Komárom város önkormányzata alpolgármesterét. Abonyi János professzor urat, a Pannon Egyetem rektorhelyettesét, mai előadónkat. Markó Lászlóné Dettit, Markó László a VEAB korábbi elnökének özvegyét. Szeretettel köszöntöm továbbá a VEAB elnökségét, a körünkben megjelent VEAB tagokat, az MTA közgyűlési képviselőit, a szak és munkabizottságok elnökeit, munkatársaimat és minden kedves vendéget. Kedves vendégeink, most hallgassuk meg Kollár László akadémikus úr, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának köszöntőjét. Kedves kutatótársak, tisztelt hölgyeim és uraim! Szabó T. Anna, kolozsvári születésű költő, Február című versének soraival köszöntöm a Veszprémi Akadémiai Bizottság tagjait. Hallod, hogy pendül az ég, jön a szél, zsendül a földben a nedv, fut a vér, bizsereg a magban a lomb meg a fény, túl vagyunk lassan a tél nehezén. Jaj, milyen évszak, hosszú sötét, óvtuk az otthon csöp melegét, biccen az új ág, zsengeremény, túl vagyunk, ugye, a tél nehezén. Minden évben újra meg újra örülünk a tavasz közelettének, a tavasz a megújulást, a változást jelenti. Olyan üzenetek ezek, amelyek nem csak a természetre, nem csak emberi életünkre, hanem általában a tudományra is igazak. A fontos áttörésekhez nem csak tehetség és szorgalom kell, hanem képesség a friss látásra, megújulásra is. A hitre, hogy cselekedeteink által egy élhetőbb jövőt építünk. A mai napon, február 24-én nem hagyhatom szó nélkül, hogy pontosan ma egy éve támadta meg Oroszország Ukrajnát, mérhetetlen szenvedést okozva Ukrajna lakosainak. Talán Szabó T. Anna sorai nekik is, köztük a magyar kisebbségnek is szólnak. Biccen az újjág, zsenge remény, túl vagyunk, ugye, a tél nehezén. Mikor másfél éve a tudomány ünnepének megnyitóján Veszprémben jártam, már említettem, hogy apám 8 éven keresztül a veszprémi piaristáknál tanult, és olyan alapokat kapott, amely egész későbbi életét meghatározták. Egy közös tanárunk is volt. László Mihály, aki a háború alatt apámat érettségiztette Veszprémben, majd 3 évtizeddel később engem tanított kémiára és biológiára a budapesti piarista gimnáziumban. Hadd emlékezzem meg röviden róla a kiváló, Veszprémben kezdő középiskolai tanárról, akinek nemrég állítottak emléktáblát a pesti piaristáknál.
Hihetetlenül színes egyéniség volt. Óráira egyaránt hozta el a legmodernebb ismereteket, a kultúrát és a tudományon belüli történeti szemléletet. Máig emlékszem, hogy Galilei felismeréséről beszélt, és annak magyarázatáról, mi szab határt statikai okokból az állatok méretének. A kémia órához labor is tartozott. Visszajártunk délutánonként kísérletezni, ahol szabad folyást engedett ötleteinknek. Próbálkoztunk üvegfújással, készítettünk így karácsonyfadíszeket. Az akkori új rész 2 forintosból készítettünk ezüstpénzt, a középkori hamisítók módszerét követve, de gyártottunk olyan harcigázt, vagy inkább füstöt, amely megnehezítette a látást, nem kis riadalmat okozva a rendházban. Csillagszórókat is készítettünk, aminek az volt a következménye, ez már nem László tanár úr szándéka szerint történt, hogy a következő hónapokban az iskolai hamutartókba hamuzó tanárok, ez még akkor gyakori volt, rendszeresen kisebb tűzi játékot okoztak. Ezek a kis robbanó szerkezetek még a tanári szobában is el voltak helyezve, komoly félelmet keltve, talán hozzájárultunk a dohányzás visszaszorításához is. A hivatalos órák mellett többeket angolra tanított. 63 évesen abbahagyta a tanítást és új feladatot vállalt, arra szánta energiáit, hogy a piarista könyvtárat rendbe rakja, megújítsa. Így negyedikben már nem ő tanított bennünket. Nagyon sajnáltuk és kérdeztük, de csak annyit mondott. Urak, senki sem pótolhatatlan. László Mihály tanár úr tanított és nevelt egyszerre. Ahogy apámnak, ugyanúgy nekem is meghatározó volt a gimnázium, ott alakult ki az alapvető kíváncsiságom, a dolgokat megkérdőjelező szemléletem, ott tanultam meg, gondolkodva tanulni. Megdöbbentő visszagondolnom most arra, amikor az akadémiának levelező tagja lettem, és meg kellett jelölnem, hogy kik hatottak rám, akkor apámon kívül a 8 emberből, akit felsoroltam, 4 középiskolai tanáraim voltak. Talán trivialitás, de fontossága miatt újra és újra ki kell mondani, hogy a közoktatás, a PhD képzés és a tudományos kutatás egy egységes rendszert alkot, amelynek ha bármely eleme sérül, súlyos károk keletkeznek, amelyek helyreállítása évtizedeket vehet igénybe. A kiváló középiskolák, amelyekből több van Veszprémben és a régióban is, szolgáltatják a kutatói utánpótlást, és a kutatói műhelyek azok, amelyek a nyitott, újrafogékony gondolkodásmódot táplálják, ahol a fiatal kutatónak az a dolga, hogy elődei állításait megkérdőjelezze, ahol megtanulja, hogy az igazságukat nem csak azért fogadjuk el, mert egy tekintélyes ember mondja, hanem azért, mert racionális magyarázatok vannak mögötte. Itt, ezekben a műhelyekben, és nem csak februárban, ahogy a vers címe sugalta, zsendül a földben a nedv, fut a vér, bizsereg a magban a lomb, meg a fény. Ez az a gondolkodásmód, amely alapja kell, hogy legyen a közoktatásnak is. A középiskolai tanárok olyanoktól kell, hogy tanuljanak az egyetemen, akik ezt a nyitottságot képviselik. A jó közoktatás biztosítja az utánpótlást a kiváló kutatóműhelyeknek, és az élvonalbeli kutatóműhelyek képezik a színvonalas közoktatás alapját. Így, amikor felelősséget érzünk hazánk jövője iránt, egyaránt fontos, hogy támogassuk az élvonalbeli kutatásokat, a kutatóegyetemeket és a közoktatást is. Ez a magyarázata annak, hogy az elmúlt években az MTA vezetése az egyetemek és a közoktatás kapcsán is többször megszólalt. Hogy ezzel a veszprémiek is egyetértenek, talán az is bizonyítja, hogy a tavalyi MTÜ veszprémi nyitóeladását az oktatás fejlesztési stratégiájának tudományos megalapozása címmel tartotta Csapó Benő professzor úr. Az előadás a tudományos utánpótlás és a felsőoktatás kapcsolatáról és ezzel összefüggésben
a közép- és alapfokú oktatás helyzetéről és problémáiról szólt, kiemelve, hogy a magyar közoktatás fejlesztése az egyik legfontosabb nemzeti érdek. Tisztelt kutatótársak! Az akadémia köztestületi tagjainak tudásával, lehetőségeinek keretein belül közvetlenül is szolgálni szeretné a magyar köznevelést. Ehhez a feladatunkhoz illeszkedik a középiskolai MTA alumni programunk szellemisége is. A program hivatalos megnyitójának 2021 őszén a Veszprémi Lovasi László Gimnázium, elnökünk alma mátere, adott helyet. A programhoz Kárpát-medence szerte már a közel 300 iskola, az akadémia köztestületéből pedig mintegy 1700 kutató csatlakozott. A program keretében ősszel meghirdetett és március elejéig tartó tanulmányi versenyre több mint 600 iskolai csapat jelentkezett a Kárpát-medence szinte minden régiójából. A Veszprémi régió pedagógusai és iskolás fiataljai sikerrel bekapcsolódtak. Az első országos versenyre több iskolai csapat is jelentkezett az országnak erről a vidékéről. A Balaton-Almádi magyar-angol tannyelvű gimnázium és kollégium csapata az első fordulóban nyereménytárgyat kapott, a Pápai Petőfi Sándor gimnázium versenyzői pedig a 611 csapatból bejutottak a második fordulóba a legjobb 152 csapat közé. Kedves kollégák! Azért indulok el mindig egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami. Mondta a Veszprémben született akadémikus földrajztudós Csolnoki Jenő. Igaz ez a gondolat valóságos, földrajzi értelemben vett utazások kapcsán, de igaz jelképes értelemben is. Amikor a tudomány világában indulunk kutatói útra. A kutatás mindig úton járás. Minden eredmény új kérdéseket szül. Nincs végső célba érés, csak részeredmények, amelyekért együtt dolgozunk Budapesten és vidéken, Magyarországon és a nagyvilágban egyaránt. Az akadémia vezetősége nevében ezért szeretném köszönetemet és megbecsülésemet kifejezni a Veszprémi Akadémiai Bizottság valamennyi tagjának és munkatársának, hogy tudományos tevékenységével, a Veszprémi régió társadalmi és szellemi életért végzett munkájával immár több mint fél évszázada segíti a bizottság a tudomány útját és a tudomány útján járókat. Lássunk néhány példát a régió életéből. A tavalyi év legnagyobb tudományos ünnepe a Veszprémi Akadémiai Bizottság életében minden bizonnyal a megalakulás 50. jubileuma volt. Kiemelném ebből a Fél évszázad a tudományért Pannóniában című programsorozatot és a VEAB Kulturális Egyesület Tudomány és Kultúra Találkozása Pannónia Szívében című kétnapos rendezvényét. A képzőművészet, a zene és az irodalom tudománnyal való kapcsolatába invitáló szellemi utazás megmutathatta a jelenlévőknek, hogy az emberi szellem kreativitása egyetemes. Hogy személyes és közösségi életünk teljességéhez, tudományra és művészetre egyaránt van szükség. És szükségünk van hozzá egymás megbecsülésére is. A Veszprémi Akadémiai Bizottság számon tartja, elismeri és támogatja kiválóságait. A VEAB év kutatója, a VEAB kiemelkedő ifjú kutatója, a VEAB régió legjobb PhD munkája díjak évről évre ezt bizonyítják. Ahogy egymás munkájának megbecsülését és az elődök emlékének ápolását igazolja az is, hogy tavaly felavatták a földtudós, a VEAB megalapítója Nemec Ernő akadémikus mellszobrát. Kedves veszprémi kollégák! Örömteli, hogy mind a régión belüli, mind pedig a régiók közötti összefogásnak vannak veszprémi példái. A magyar tudomány ünnepébe a régió több intézménye is helyszíne, többek között a Pannon, a Széchenyi István és a Soproni Egyetem, valamint Martonvásár, Szombathely, Magyaróvár és Tatabánya is bekapcsolódik.
A Veszprémi Akadémiai Bizottság a Pécsi Akadémiai Bizottsággal összefogva 2005 óta minden évben megrendezi a Pannon Tudományos Nap című konferenciáját. Ez a rendezvény elsősorban a fiatal kutató kollégáknak biztosít lehetőséget kutatásaik megosztására. A tudomány hétköznapjait minden évben közelebb hozzák az érdeklődőkhöz a VEAB által szervezett előadások is. Tavaly többek között egy a jelenkor legégetőbb kérdéseit körüljáró tudományos kerekasztal beszélgetéssel megtudhatták az érdeklődők, hogy mit gondolna ma Széchenyi. Erre azért én is kíváncsi lennék. A műszaki szakbizottság előadóülésén megismerhették, hogy a műszaki tudományok új eredményei hogyan szolgálhatják a jólétet és a fenntarthatóságot, és folytatódtak a hetedik ziklen címet viselő csodálatörténeti műhely foglalkozások is. Tisztelt kutatótársak, kedves kollégák! Azért indulunk el mindig egy nagy útra, hogy bennünk is elinduljon valami. Idéztem beszédemben Csolnoki Jenő gondolatát. A Veszprémi Akadémiai Bizottság munkáját röviden áttekintve is érezzük, milyen sok irányba indulhat el bennünk a tudomány. Minden tudományág széles spektrumon működik, és a tudománytörténet arra tanít bennünket, hogy gyakran nem abból keletkezik az áttörés, amire a kutatás maga irányul. Utunkon ezért szükség van nyitottságra, figyelmes alázatra, és engednünk kell, hogy ne csak mi alakítsuk az utat, hanem az út is alakítson minket. Ebben segítségünkre lehet, ha a tudomány ünnepi pillanatai mellett megtanuljuk újra és újra felfedezni a hétköznapi kutatómunka becsületét és örömét, hiszen gyakran a kicsi eredmény lesz igazán fontos. Ennek fényében kívánom, hogy az akadémia életén belül is osztozhassunk egymás örömeiben, hiányosságainkban pedig kiegészíthessük, megsegíthessük egymást és a ránk bízottakat. Köszönöm, hogy én is itt lehetek ma önökkel Veszprémben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm főtitkár úr köszöntőjét, és kérem Brányi Mária asszonyt, Veszprém megyei jogú város alpolgármesterét, köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt elnökasszony, tisztelt főtitkár úr, tisztelt közgyűlés! Köszöntöm Önöket Veszprém város önkormányzata nevében, egyszer mint választott képviselő, illetve a város valamennyi polgára nevében is, akik figyelemmel kísérik a helyi kulturális élet történéseit, és figyelemmel kísérik a tudományos élet eredményeit is. Utóbbi nyilvánvalóan része helyen képződő kulturális értéknek is. Nem először van lehetőségem köszönteni Önöket az éves közgyűlés alkalmából, és most egy kerek évfordulóhoz, az 50-hez érkeztünk. Azt gondolom, felelősségem, sőt kötelességem is, hogy elmondjam és kiemeljem, mennyire fontos számunkra a VEAB működése, tevékenysége, jelenléte a városban. Az elmúlt fél évszázadban a tudományos és kulturális közélet elválaszthatatlan alkotó eleme a köztestület. Térségi centrum, értékképző közeg. Fontos összetevője a veszprémi kisugárzásunknak, közös eredményeinknek. Olyan értékekről van szó, amelyet nem csak mi helyiek érzünk, hanem melyet megfelelő kutatási módszereken keresztül objektíven is mérni lehet. Sikos T. Tamás és Szendi Dóra a hazai megyejogú városok gazdasági és környezeti fenntarthatóságának mérése 2020-21 című eredetileg a KSH területi statisztika című folyóiratában megjelent tanulmányból kiolvasható Veszprém Győrrel párban az ország legdinamikusabb és legélhetőbb városai. Nyilvánvalóan itt Budapest nem szerepel a tanulmányban, csak a 25 nagyvárost vizsgálták. A felhozott példa azt illusztrálja,
hogy az alkotó társadalmi közeg, az átadott hagyományok milyen eredményekre képesek. Köszönet önöknek a jelenlétért, a partnerségért, melyek nélkül ilyen sikereket nem lennénk képesek elérni. Nyilvánvaló, hogy a teremben ülők tudása és alkotó munkája egy olyan szellemi potenciál, amely egyik fontos építőeleme a közös sikereinknek. Kívánom, hogy mind az eredmények számbavétele, mind a jelen és jövő vizsgálata, a mai nap gyümölcseként felmerülő valamennyi újító gondolat a veszprémi polgárok, a térség és az egész nemzet javára, közös épülésére szolgáljon, ahogyan immár 50 éve tapasztaljuk. Végezetül nagyon boldog születésnapot kívánok! Megköszönöm alpolgármester asszony köszöntőjét. Kedves közönségünk, a következő percekben kérem, hallgassák meg Tóth Raska Anna, a Csermák Antal alapfokú művészeti iskola zenetanára és növendéke, Király Eszter Lilium előadását. A programban az alábbi darabok hangzanak el. Johann Philipp Krieger, Bürré, Székely Endre, Elment a két lány, Járdányi Pál, népdal, Ludwig van Beethoven, menüet. Thank you.
szép kulturális műsor után felkérem Padisák Judit akadémikus asszonyt, az MTA VEAB elnökét, hogy ismertesse beszámolóját a VEAB 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi tervekről. Tisztelt megjelentek, szokásos évi beszámolómat a kötelező gyakorlatokkal kezdem, ami vonatkozik néhány statisztikai adatra, mégpedig abban a formában, ahogy azt nekünk a Magyar Tudományos Akadémia előírja. A területen 17 akadémikusunk van, 16 nem akadémikus közgyűlési képviselő, 11 szakbizottsági elnök, ők azok, akik szavazati joggal vesznek részt mindenféle döntésünkben, valamint meghívjuk természetesen a területünkön lévő intézmények rektorait, illetve igazgatóit. A köztestületi összetételben úgy szintén 17 akadémikus, 98 MTA vagy tudománydoktora, 243 kandidátus és 367 PhD hallgatót tartunk számon. A szervezeti felépítésünket tekintve a szűk elnökség névsorát láthatják itt ezen a dián. Állandó meghívottainkat, Csernicko István azért narancssárga, mert ő idén került az állandó meghívottak közé, mint az MTA külső tagja. Akadémikusaink közül új Faragó Sándor, tavaly választották levelező taggá, és a legtöbb ilyen narancssárga nevet a közgyűlési képviselők listáján látják. Új választások voltak, új köztestületi képviselőket választottak. Szakbizottsági elnökeinkkel ma délelőtt találkoztunk az ezévi programok megbeszélése céljából. 2022-ben négy új akadémiai doktort köszönthetünk köreinkben. A társadalomföldrajz, az anyagi kultúra, az informatika, illetve a szenzorhálózatok a kutatási területük. PhD fokozatszerzések is jelentős számban történtek. Itt a három nagy, legnagyobb intézményt kell kiemelni, a Nyugat-Magyarországi, illetve most már Soproni Egyetem végzettjeit, a Pannon Egyetem, illetve a Győri-Széchenyi Egyetem PhD hallgatóit. És hát az látszik, hogy körülbelül olyan átlag közül mozog, fluktuál az egy évben szerzett PhD fokozatok száma, de ezzel együtt hát évi 80-100-zal gyarapszik a régióban a tudományos minősítéssel rendelkező fiatalok száma. A VEAB tavaly megtartotta szokásos üléseit. Tavaly február 25-én volt az ülés, illetve a közgyűlés, ami most itt ülünk, illetve júniusban. Mindhármat online formában rendeztük a járvány miatt, tehát több éve itt ez az első olyan alkalom, hogy személyes jelenléttel tudtuk megrendezni ezt az eseményt. Szakbizottságaink listáját látják, összesen 12 szakbizottságban, 64 munkabizottságban dolgozunk.
A szakbizottságok neveit látják narancssárgával, a mögöttük lévő szám azt jelenti, hogy hány munkabizottság tartozik az adott szakbizottsághoz. Ezen kívül természetesen a Soproni Tudós Társaság, illetve az MTA Vas megyei Tudományos Testülete is tagjaink közt található. Rendszeresen rendezvénytámogatási pályázatot írunk ki szakbizottságaink számára. Ez az ábra a tavalyi adatokat mutatja. Minden rendezvény sikerrel zárult. Egyedül a gazdasági, jogi és társadalomtudományi szakbizottságnak van egy rendezvénye, amin ugye 0 forint költést látnak. Ez nem azért van, mert nem rendezték meg ezt az eseményt, megrendezték, nagy sikerrel rendezték meg, csak technikai okok miatt nem tudták elszámolni olyan formában, hogy azokat hogy a megfelelő számlákat be tudjuk fogadni. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelnünk. Ezen, mint látják, 220-30 ezer forint maradvány keletkezett. Ezt nem tudjuk az idén felhasználni. Ezt a Magyar Tudományos Akadémiának mi visszautaltuk, úgyhogy ezúton kérem mindazokat, akik rendezvényt szerveznek, hogy lehetőség szerint a kért költségkeretet azt maradéktalanul és megfelelő technikai formában abszolválják. Természetesen szervezenek sikeres rendezvényt, mert mégiscsak azért ez a legfontosabb. Kiemelt rendezvényeink közt volt természetesen az megalakulásunk 50. évfordulójának a megünneplése, erre szeptemberben került sor. A kulturális egyesületünknek a 2 napos rendezvénye, amire főtitkár úr is kitért az előbbiekben, számos rendezvény, amit nem sorolok én itt fel, illetve a Magyar Tudomány ünnepének a veszprémi nyitó ünnepsége, melyet rendszeresen a Pannon Egyetemmel közösen szervezünk. További kiemelt rendezvényeink voltak a Nobel-díjasokkal kapcsolatos ismertető, kik kapták és miért címmel, ahol hozzáértő kollégák mindannyiunk számára érthető módon elmagyarázzák, hogy mi is annak a Nobel-díjnak, a Nobel-díj mögött lévő kutatásoknak a tartalma. A kiemelkedő ifjú kutató 2021-es díjátadó ünnepsége, ott alul látják, hogy a 2022-es díjátadó ünnepséget is megtartottuk. Azért ott 2, mert tehát a Covid miatt nem tudtuk megtartani ezt a rendezvényt 2021-ben. Az évkutatója díjazottjainak előadásai, a Tudományos Alapítvány ülése, a Kulturális Egyesületnek a közgyűlése, a Bolyai Ösztöndíjjal kapcsolatos előadó ülésünk. Ezen kívül természetesen nagyon sok előadó ülést szerveztek a munkabizottságok. A Covid miatt tulajdonképp pozitív hozadékként megtanultuk azt, hogy rendezvényeinket rögzítsük és tegyük nyilvánossá YouTube csatornánkon például, ahol föliratkozó az nem sok van, de megtekintés az nagyon sok. Ugye nem csak akkor lehet megtekinteni valamit, hogyha föliratkoztam, hanem az csak úgy is meg lehet tekinteni, és
Hát hála a IT technológiának, azt is tudjuk, hogy hány óra megtekintési idő, tehát milyen hosszan tartózkodtak itt a rendezvényeink mellett, illetve a számítógépeik mellett nyilván a hallgatók. A Facebookon nagyon sokakat elérünk, tehát ezt is megszámoltott pontosan valamiképp a technológia. Itt alul látnak néhány képet, mint mindenről. Számos díjat osztottunk ki arra érdemes kollégáknak. A VEAB emlékérmet a tavalyi évben a VEAB korábbi elnökségének tagjai kapták, Posvai Mihály, Vejsz Ottós, Kodáné, Földes Rita, Bárdos Jenő és Tóth Balázs. A Pannon Tudományos Díjat a Pécsi Akadémiai Bizottsággal egyetértésben Posvai Mihály akadémikus kapta, a régió legjobb PhD munkáját Kuk László, az évkutatója díjat, itt ugye természettudomány, élettudomány, társadalomtudomány kategóriákat tartunk számon, Bartkó Róbert, Horváth Krisztián és Firges Zsolt, illetve a kiemelt ifjú kutató díjat, itt évente általában 4 díjat szoktunk átadni, most azért adtunk át 5 díjat, mert tavaly előtt csak 3-at adtunk át, tehát egy díjunk maradt erre az évre. Köztestületi tagjaink számos elismerést kaptak, nemzetközi szinten, itt Kajzer Tamás nevét kell említenem, Veres Gábor Széchenyi díjat kapott, és többen kaptak Magyar Érdemrend Középkereszt, Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt, Magyar Érdemrend Lovak Kereszt, illetve Magyar Arany Érdemrend kitüntetést. Akadémiai és városi díjak is átadásra kerültek. Akadémiai díjak, ugye az Emlén Géza fődíj, az akadémiai ifjúsági díj, tehát ezek központi díjak, illetve a város is nagy figyelmet fordít arra, hogy elismerje a kutatókat. Itt a Csolnoki emlékdíja, Prima díja, Polinszki díja, Volkra Otto díj, illetve a Gyereki Károly díja az, amelyet elnyerhetnek kutatótársaink. Ezen kívül az intézményeink is díjazzák legjobbjaikat, így a Széchenyi István Egyetem ad ki egy díjat, aztán van a Tarján emlék, Prona Universitata Pannonika emlékére, és így tovább. Áttérve egészen más témára, a működési bevételünkről szeretnék szólni. Itt a működési bevétel abból keletkezik, hogy időnként előadó termeinket kibérlik, előadások tartása vagy konferenciák számára, azon kívül vendégszobáink vannak a második emeleten. Hát, amint láthatják ezen az ábrán, hogy itt tulajdonképpen a vendéglátás bevétele jóval meghaladja a terembérletnek a bevételét, ez a felső panelen látszik, és mindennek az időbeli alakulása pedig az alsón. Na most a 2020 meg a 2021 voltak ugye a covidos évek, úgyhogy akkor a Covid miatt nyilván
alacsonyabb volt a látogatottság. Az idén is alacsony volt a látogatottság, de hát aki ide feljött, feljött, mert pláne nem most, mert most még hagyján, látja, hogy itt mi van. Ugye? Tehát az építkezés az azért visszafogta itt a vendégszobáinknak a forgalmát. Meg kell mondjam, hogy az építőkkel azért nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és megkértük őket, hogy mára közgyűlésünk van, meg elnökséggyűlésünk, hagyják szabadon a terepet, és lehetőleg olyan munkát végezzenek, ami nem jár elviselhetetlen mértékű zajjal. Tehát az az állapot, amit most itt tapasztalnak, ez az aktuális állapot. Jó? Tehát nem a jellemző állapot, mi ezt megkülönböztetjük, amikor a vizeket minősítjük, hogy aktuális állapot vagy jellemző állapot, úgyhogy most az aktuális állapot az csodálatos, ám de ez nem jellemző. Reméljük, hogy hamarosan majd véget ér itt nyárra. Nyárra ígérik a polgármester asszony, hogy itt rend lesz. Reméljük, ugye? Tehát attól kezdve minden visszakerül a rendes kerékvágásba. A VEAB tudományos alapítványának mecénása Markovszky György, aki évente 1 millió forinttal támogatja a tudományos alapítványunkat, amit mi fillére pontosan a ifjú kutatók díjazására fordítunk. Ez ifjú kutatónként 250 ezer forint, ugye négyet díjazunk évente, és ezt teljes mértékben arra fordítjuk. Ezen kívül a személyi jövedelemadók 1%-ával befolyó összeg is ide az alapítvány számlájára kerül. Mint láthatják, ez 83 ezer forint, úgyhogy én szeretnék mindenkit megkérni, hogy gondoljon a tudományos alapítványunkra, akkor, amikor eldönti, hogy mit tesz azzal a rendelkezésére álló 1%-kal. A VEA Kulturális Egyesülete, mint már többször szó volt róla, szeptember 9-10-én tartotta meg nagyon jól sikerült rendezvényét, és ezen kívül az egyesületi kirándulást is sikerült megszervezni. A régiónkban 4 volt MTA, most ELKH kutatóintézetet tartunk számon. A Sopronban, Martonvásáron, Győrben, illetve Tihanyban. Felsőoktatási intézményből sokkal több van, és sokkal több kampusszal, több székhelyen. Itt az egyes egyetemeket külön másféle színnel látják, tehát lehet látni azt, hogy a Pannon Egyetemnek számos kampusza van itt a Nyugat-Dunántúlon, a Széchenyi Egyetemnek is. De van a területünkön az ELTE-nek, illetve a Corvinusnak, illetve a BME-nek is oktatási intézménye. Az idén egy régiós lendületkutatócsoport nyert támogatást, de ugyanakkor 5 kutatócsoport támogatott az Ötvös Loránd kutatói hálózat, és nagyon örülünk annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia talált nálunk 3 kiváló kutató helyet. Meggyőződésem, hogy több is van, csak nem pályáztak. Úgyhogy majd biztatni fogjuk a területen található kiváló kutatóhelyeket, hogy vegyék a fáradtságot, és ha megjelenik a felhívás, főtitkár urat kérdezem, meg fog jelenni idén is? Idén nem. Illetve az ipari kutatás.
De azért meg fog még majd később is jelenni. Jó, hát az ipari kutatások lehet, hogy abban is érdekelt a régió, úgyhogy azt is figyelni fogjuk. Összehasonlításképp azért odaírtam a többi régiót. A legtöbb ilyen kiváló kutatóhely természetesen Budapesten létesült, illetve ezt a címet Budapesten kapta meg. A Debreceni Akadémiai Bizottság területén 18, a Szegedén 10 ilyen kiváló kutatóhely van, Pécsett és Veszprémben 3, már hogy az Akadémiai Bizottság területén, aminek én nagyon örülök, mert nálunk azért olyan nagy tudományegyetem, mint a pécsi, nincs. Ugye, tehát ez nagyon jó, és Miskolci működési területen pedig egy, úgyhogy ez nem egy rossz régiós eredmény. A támogatott kutatások közül az Otka, illetve a fiatal kutatói Otka, inkább leánykori nevén nevezem, mert úgy mindenki jobban érti, hogy milyen kutatásokról beszélek. Ezeket soroltuk fel ezen a dián. Lehet, hogy nincs mindegyik felsorolva, mert az adatbázis, amiből dolgoztunk, az hát nem valami tökéletes, azt kell mondjam, úgyhogy amikor elolvastam a vázlatát ennek a beszámolónak, akkor én is találtam olyan kutatást, amiről én tudok, hogy támogatták, de hát az adatbázisból meg nem lehetett kinyerni. Na, tehát ezzel kapcsolatban én azt szeretném csak kiemelni, hogy a tudomány számoságában nyerték el kutatóink ezt a kutatás támogatást, műszaki tudományok, természettudományok, élettudományok, társadalomtudományok, minden található ebben a listában. A 23 évi tervekről szeretnék nagyon röviden szólni. Most ugye 3 darab kipipált tételt látnak, az Ásvány Tudományi Iskolát, ami hát már egy hagyományos, nagyon nagy sikerű rendezvényünk, Pósfai Akadémikus úr szervezésében, a Nobel-díjasok ról szóló ismertetőt is megtartottuk, illetve most vagyunk itt a közgyűlésen, de hát ezt már kipipáltuk, mert hogy itt ülünk. Tájékoztatásként azért elmondom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködési szerződést kötött, és ennek kapcsán az MMA szeretne régiós szervezeteket létrehozni, ezért hát az akadémiát megkérte arra, hogy a területi székházaiban, például itt biztosítson egy irodát az MMA-nak, amit az MMA bérel tőlünk. Tegnap előtt volt a Magyar Művészeti Akadémia területi szervezetének a megalakuló ülése itt ebben a teremben, hát hogy aztán, hogy alakul majd az együttműködés, azt majd a jövő fogja nekünk megmutatni. Február és június között a VEAB elnöksége végig fogja járni a területen található kutatóintézeteket, illetve felsőoktatási helyeket, tehát ez nem azt jelenti, hogy az elnökség minden tagja elmegy mindenhova, hanem egy-egy elnökségi tag elmegy ebbe az adott intézménybe, és azt, hogy ezt az adott intézmény hogy szervezi meg, azt rájuk bízzuk. Tehát lehet, hogy szerveznek valami tudományos előadóülést, lehet, hogy bemutatót szerveznek, ennek a szervezése jelenleg folyik.
Ebben az évben választások lesznek, tehát a munkabizottságok, szakbizottságok vezetőségét kell megválasztani, és júniusra az elnökséget is. A szeptemberre tervezzük az 50 éves évfordulónknak a záró ünnepségét, hát itt a programon azon még dolgozunk. A Pannon Tudományos Napot ezúttal Veszprémben fogjuk megrendezni. Ezt mostantól kezdve felváltva rendezzük Pécset vagy Veszprémben. 22-ben Pécset voltunk, most a pécsiek jönnek majd ide. Természetesen a Magyar Tudomány Ünnepét ismételten a Pannon Egyetemmel közösen rendezzük meg, és decemberre tervezzük az ifjú kutatók díjátadását, illetve az ezzel kapcsolatos előadóülést. Szakbizottsági programtervek jelenleg alakulnak, már a ma délelőtti elnökségi ülésen is hát több program körvonalazódott, mint amennyi itt ezen a dián látszik. Arról, hogy milyen programjaink vannak a hírlevelünkből, értesülhetnek, ezt rendszeresen kiküldjük e-mailen azoknak, akik ezt igénylik, illetve a Facebook oldalunkon is megtalálják mindezt, és természetesen a WEAB honlapján. És ezzel én köszönöm szépen a figyelmüket. Mindannyiunk nevében köszönöm elnök asszony beszámolóját, és a programunkban a következő részben Abonyi János professzor úr előadása következik, amelynek címe A mesterséges intelligencia és a tudomány. A kutatás tárgya, a kutatás eszköze. Tisztelt közgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kutatótársak! A tudománnyal foglalkozók számára szerintem nincsen izgalmasabb, amikor azt látják, vagy látjuk, hogy egy tudományos eredmény hogyan forgatja fel a mindennapjainkat, illetve az is elgondolkoztat minket, hogy a tudományos tevékenységünket hogyan fordítja fel gyökerestül esetleg egy technológiai újítás. Úgyhogy az előadásomban egy picit ahelyett, hogy a saját tudományos eredményeinkről beszélnék, ezt a kérdést szeretném körbejárni, mert most úgy gondoljuk, vagy gondolom, hogy hát elég izgalmas időket élünk. Ugye a mesterséges intelligenciáról, amikor gondolkodunk, szerintem nagyon jól reprezentálja a Google képkeresőbe, beírjuk, hogy mesterséges intelligencia, és akkor ilyen nagyon hideg, kék fényben, részben ember alakú alakokat látunk, és abszolút tükrözik ezek a képek azt, hogy most a mesterséges intelligenciáról úgy gondolkodunk-e, mint az embernek a gép a gépesítése, vagy a gépeknek az emberi tulajdonságokkal való felruházása. Nyilván idáig eléggé távolságtartással kezeltük ezt a kérdést, és de nagyon izgalmassal, és egy kicsit félelemmel is, tehát Ray Kurzweil, ő a Google-nek egy vezető tudósa, talán már egy évtizede jelent meg a Singularitás nevezetű könyve, amiben nagyon szépen levezeti azt, hogy exponenciális sebességgel fejlődik a technika, technológia, egyre gyorsabbak a számítógépek, egyre gyorsabb az innováció, tehát amíg korábban 100 évig tartott egy innovációs folyamat, az most 2000 évnyi tevékenységet is tudunk innoválni, kvázi egyre nehezebb problémák adhatók meg, és így aztán a természetes és a mesterséges intelligencia valahogyan össze fog fonódni, az emberi test feleslegessé válik, és az emberiség egy nagy elmehálózat lesz. Nyilván ezzel most senkit sem szeretnék riogatni, nem ennek van most az ideje. Viszont ami számunkra most izgalmas lehet, hogy január 24-én a Nature-ben kénytelenek voltunk megélni azt, hogy a Nature szerkesztője nyilatkozik arról, hogy a mesterséges intelligencia a tudományos tevékenység transzparenciáját veszélybe sodorja,
és igencsak rögzítenünk kell azokat az alapokat, hogy miképp is élhetünk ezekkel az eszközökkel, milyen szerepet kell, hogy betöltsön a mesterséges intelligencia a kutatásban. Tehát egy picit erről az Eshernek ez a képe jutott eszembe, hogy egyszerre kutatjuk a technológiát, és aztán most meg hirtelen megéljük azt, hogy ez a technológia magát a kutatási tevékenységünket, magát a saját gondolkodásmódunkat is befolyásolja. Amíg idáig a mesterséges intelligenciáról kellett gondolkodni, addig mindig rögzítettük azt, hogy van a klasszikus gyenge mesterséges intelligencia, és mi gyenge mesterséges intelligenciával foglalkozunk, aminek nem más a célja, hogy célirányos feladatokra algoritmusokat fejlesztünk, és ezeket alkalmazzuk egy-egy célirányos feladatban, és az erős mesterséges intelligencia valahol ott lebeg, mondjuk 2040 környékén talán lesznek olyan megoldások, amely több feladat megoldására alkalmas, tanul, érvel, stb. És hát azért decemberben egy picit ez a koncepció egy icipicit borult, illetve ennek az illúziója jelent most meg, méghozzá úgy, hogy mindannyian most már tudjuk alkalmazni azokat az úgynevezett generatív modelleket, amelyekkel kreatívan, idézőjelben kreatívan képeket, szövegeket tudunk alkotni. Ugyanakkor azért fontos, hogy végignézzük ezt a folyamatot, tevékenységet. Amikor a mesterséges intelligenciáról gondolkodtunk idáig, erről a gyenge mesterséges intelligenciáról gondolkodtunk, ez a könyv az alapkönyve a mesterséges intelligenciának. Ha egy szófelhőt képzünk, látjuk, hogy miről van szó, klasszikus, optimalizációs, tanulási, adatelemzési algoritmusokról van szó, nincsen semmi különös, ami nagyon misztikus lenne. Egy érdekes terület is megnyílt, ez igazából az a terület, amivel mi magunk foglalkozunk, az úgynevezett számítási intelligencia. Amikor ezeket az algoritmusokat építjük, elég sok mindent, elemet ellopkodunk a természetből, ellopkodjuk a mai gondolkodási módszereinket, ellopkodjuk azokat a technológiákat, mechanizmusokat, amelyek az evolúcióban visszaköszönnek, az emberi agy felépítését, vagy a AI intelligenciával lehetőségeket. És ezt próbáljuk meg alkalmazni például műszaki vagy gazdasági feladatok megoldásában. És ez a terület ez nagyon szépen dinamikusan fejlődik, hát hogy mennyire mesterséges intelligencia területén 172 ezer cikk jelent meg 2021-ben, Covid itt is érdekesen mutatja ez az ábra a Covid jelenlétét, ugye a konferencia publikációk száma visszamegy. És ezek a publikációk jelentős részben ugye mintázatfelismerésre, gépi tanulásra, gépi látásra, algoritmusfejlesztésre, adatbányászatra, egy picit nyelvészetre is vonatkoznak. Ami nagyon izgalmas, hogyha nem csak a publikációk számát nézzük meg, hanem a szabadalmak számát is, drasztikus fejlődés, tehát 140 ezer szabadalom egy év alatt. Tehát ez mutatja azt, hogy konkrét üzleti alkalmazások vannak már előtérbe, és nyilván ezeket az alkalmazások előbb-utóbb be kell, hogy befolyásolják a mi életünket is. Felismerve azt, hogy már nem csak algoritmus fejlesztésről van szó, hanem konkrét megoldásoknak a fejlesztéséről van szó. Hát örömmel számolok be arról, hogy most februárban elindult a Pannon Egyetemen a mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztő szakmérnök képzésünk 27 lelkes kollégával, és a filozófiánk az igazából a következő. Ezt a diát be kell, hogy valljam, egy NATO konferenciáról csentem el, amelynek a célja pont a mesterséges intelligencia katonai nemzetvédelmi alkalmazása volt, de ezt a filozófiát teljesen magunkévá tettük, miszerint ezeknek az a megoldásoknak a fejlesztése nem csak algoritmus fejlesztésről szól, nem csak arról szól, hogy az adatokból információt nyerjünk, nem csak arról szól, hogy egy számítógépes alkalmazást fejleszünk, és a számítástechnikának az erőforrásait hatékonyan kihasználjuk,
hanem amiről a mai alkalommal nagyon szeretnék beszélni, hogy ennek az egész tevékenységnek emberközpontúnak kell lenni. Tehát az emberközpontúság kell, hogy a mesterséges intelligencia megoldások fejlesztésének a központjában álljon. Mit is értünk ez alatt? Ez a klasszikus gyenge mesterséges intelligencia fejlesztésnek a koncepciója, tehát igazából az a technikai, vagy az a fejlesztési feladat, és a kutatási fejlesztési feladat, hogy a kognitív tevékenységet, illetve a végrehajtási tevékenységet támogassuk úgy, hogy olyan megoldásokat hozzunk létre, amely nagy adathalmazoknak a kezelésére alkalmas, kontextusba helyezi ezeket az adatokat, különböző heterogén adat és információforrásokat tud integrálni, megállapításokat tesz az ezeknek a hihetőségre, megbízhatóságára, támogatja a tevékenységeket, a csoportos tevékenységeket is, és ami nagyon fontos, hogy egyfajta garanciát is ad arra vonatkozóan, hogy ezek a megoldások etikusak. Tehát igazából ez a koncepció, ez az elvárás. Evel kapcsolatban egyébként nagyon komoly kihívások vannak, mert ha valamit algoritmizálni akarunk, akkor ezt expliciten is ki kell jelentenünk, hogy mit szeretnénk algoritmizálni. És mondjuk érdekes, nem tudom ki ismeri ezt az MIT Moral Machine nevezetű honlapját, ami pont ezekre az etikai kérdéseknek a boncolgatására is nagyon jó. A felhasználóknak dönteniük kell, hogy mondjuk ha egy önvezető járműt kell nekik programozniuk, akkor a járműt hogyan programozzuk, amikor egy elkerülhetetlen baleset van, akkor a járműben utazók sérüljenek meg, vagy pedig a zebrán közlekedők. Ugye nagyon izgalmas dilemmák, ugyanakkor ezeket a dilemmákat kényszerű helyzetben vagyunk most, hogy ezeket megoldjuk. Ha megnézzük ezeket a megoldásokat, nagyjából a következő sémára épülnek fel. Adatokat és különböző információforrásokat kell nekünk hatékonyan struktúrálni. Aztán utána jönnek azok a gépi tanulási algoritmusok, amelyből ezekből az adatokból információt nyerünk ki, és ami nagyon fontos, hogy ezeket úgy kell rögzítenünk, hogy az emberi tevékenységet támogassák, ehhez illeszkedjenek, és annak érdekében, hogy ezek az etikai és egyéb kötelezettségeket is eleget tegyünk, ezeknek a megoldásoknak értelmezhetőknek kell lenni, verifikálhatóknak kell lenni, validálhatóknak kell lenni. Igazából a mi kutatási területünkben ilyen típusú megoldásokat fejlesztünk, vegyiparba, termelésbe, egészségügy területén, és most egy nemzetvédelmi projekt kapcsán elkezdtük azt is nézni, hogy a nemzetvédelem területén hogyan gondolkodnak erről, és hát nagyon tanulságos a katonáik, elnézést a megfogalmazásért, egy úgynevezett OODA modell szerint dolgoznak, mi szerint ezek a kognitív tevékenységek, illetve minden projekt egyfajta megfigyelés, aztán ráfókuszálás az adott problémára, aztán döntés, és aztán végrehajtás folyamaton mennek keresztül, és önmagában ez a modell meg is adja azokat a feladatokat, ahol a mesterséges intelligencia segíthet nekünk. Tehát segíthet nekünk az adatok értelmezésében, megfigyelésben, segíthet abban, hogy megtaláljuk a problémák gyökérokát, segíthet a döntéshozatalban, és segíthet a végrehajtásban is. Ezt a modellt igazából mi például, amikor termelésben feladatokat oldunk meg, akkor az Európai Unióban az elmúlt időszakban volt a negyedik ipari forradalom, most viszont rájöttek arra, hogy nem szabad kihagynunk ebből az embert, nem szabad kihagynunk ebből a fenntarthatóságot, és nem szabad kihagynunk ebből azt is, hogy ezeknek a rendszereknek reziliensnek kell lenni, és ennek jegyében elindult az ötödik ipari forradalom, illetve elindult egy olyan, az ember központuság miatt, elindult egy ilyen feladat, hogy az embereknek a jólétét nyilván a tevékenységük végzésében is segítsük, és ez az úgynevezett operátor 4-pont modell, amely arra is vonatkozik, hogy mondjuk egy termelő tevékenységben a robotok miképpen tudják támogatni az operátoroknak a munkáját,
Ugye kollaboratív robotoknak köszönhetően dolgozhatnak egy munkatérben, szinkronizálhatjuk a tevékenységüket, kooperálhatunk, vagy kollaborálhatunk is, amikor ugye ugyanazon a munkadarabon dolgozunk. És a mi feladatunk igazából ehhez szükséges mesterséges intelligencia megoldások fejlesztése, amely rájön például arra, hogy mi a felhasználónak a szándéka, és segíti, megtervezi a gépnek a beavatkozását. És amikor a mai alkalomra készültem, akkor ugye erről beszéltünk, hogy ez egy kognitív támogató folyamat, és látjuk azt, hogy a tudományos tevékenységben is valamilyen forradalom van, úgyhogy hát provokatív, de megfogalmazhatjuk, hogy van-e kutató 4.0. A mesterséges intelligencia hasonlóan, ahogyan az operátornak a működését támogatja, támogathatja-e, vagy miként támogatja-e a kutatási tevékenységet. Hát lehet, hogy nagyon profán, de néha az én vagy a kutatási tevékenységünket a sűrít, vagy szív, sűrít, gyújt és kipufog modellbe is szoktam reprezentálni, mert hogy ez egyfajta tudásmenedzsment tevékenység, ugye, az adatokat gyűjtjük, az információkat rögzítjük, ezeket struktúráljuk, integráljuk, aztán jön a kreatív alkotásnak a folyamata, és hát nyilván meg kell osztani az eredményeket. És ha belegondolunk, ez nem más, mint a katonai modellben, ugye az observe, orient és decide és act típusú modell. És ami nagyon fontos, hogy ezekhez a tevékenységekhez mind-mind hozzájárul a mesterséges intelligencia, és hát akkor kérdezzük meg a mesterséges intelligenciát, hogy mit gondol erről a kérdésről. Úgyhogy tegnap ChatGPT-t megkérdeztem, hogy hogyan látod, milyen lesz a jövő tudománya, a mesterséges intelligencia, miképpen befolyásolja a tudományos kutatást. És erre a mesterséges intelligencia a tudományos kutatás számos területét hatékonyabbá és hatásosabbá teszi. Az EMMI által generált modellek és algoritmusok lehetővé teszik a kutatók számára, hogy gyorsabban dolgozzanak fel és értelmezzék a hatalmas mennyiségű adatot, új ötleteket és összefüggéseket vezessenek fel. És erre pár példát is mutatnék. Például nyilván nagyon izgalmas az AlphaFold, fehérje struktúrák meghatározása. Talán ez a legismertebb. PET feldolgozására alkalmas baktériumoknak a vizsgálata. Vagy matematikai sejtések generálása és bizonyítása. Tehát most már a hírekben olvassuk, ugye, hogy ez a ChatGPT az érettségén átmegy, nem megy át, stb. Viszont vannak olyan célirányos algoritmusok a DeepMind-nál, amik a matematikai diákolimpiai feladatokra vannak felkészítve, és vannak új tényleg újszerű matematikai sejtések, bizonyítások. Amire azért kiemelném, hogy nagyon politikus ez a mesterséges intelligencia, illetve nagyon jól látja a helyzetet, az MI további fejlődése várhatóan még hatékonyabbá és hatásosabbá teszi majd a tudományos kutatást, azonban az mesterséges intelligencia technológiája nem pótolja a kutatók emberi értékét és szerepét, hanem segíti és kiegészíti a kutatási folyamatot. Az EMMI által előállított eredményeket és modelleket továbbra is a tudományos közösség értékelni fogja, és az adatok és az eredmények értelmezéséhez továbbra is szükség lesz emberi szakértőkre, mondja ezt a mesterséges intelligencia. Ami ugye nagyon érdekes, és nagyon releváns most, hogy kényszerű helyzetbe lettünk, mert megjelent az első olyan publikáció, ahol társszerzőként tüntették fel a ChatGPT-t, és ezért a Springer és az Elsevier egy közös nyilatkozatot is adott közé, sőt, most már a Springernek az oldalán már, amikor az útmutatót látjuk, hogy hogy kell publikációt írni, akkor már deklarálva van, hogy társszerzőként nem szerepeltethető, de viszont a módszertani rész alkalmazható, de a módszertani részben ezt nekünk fel kell tüntetni. És ezért megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy etikus-e, ha egy kutató generatív modellek segítségével írja a publikációit, és ami nagyon fontos, hogy
ezt szeretném kiemelni, hogy azonban a kutatás etikai kulcsfontosságú része a tudományos integritás, amely az adatok megbízhatóságára, a szigorú kutatási eljárásokra és az adatok publikálására vonatkozik. A generatív modellek használata nem változtatja meg ezeket az elveket, a kutatóknak továbbra is kötelességük megbizonyosodni arról, hogy az eredmények pontosak és megbízhatók, és egy kutatási eredményeket objektív és szigorú szabályok szerint publikálják. Tehát ezt azért mondanám, hogy nyilván nem a mesterséges intelligencia, ez az algoritmus ennyire okos és intelligens, illetve okos és intelligens bizonyos szempontból. A meglévő szövegelemek kombinációjáról van itt szó igazából, generatív modell, de én ezzel a szöveggel teljes mértékben egyet tudok érteni, és mindannyian szerintem ez egy követendő minta. Tehát igazából egy olyan eszköz áll most a kezünkben, amire azt is lehet mondani, hogy jó, meg azt is, hogy rossz, meg azt is, hogy csúf, ugye, mint ahogyan az önvezető járművek kapcsán, tehát jó akkor, amikor úgy kezeljük, mint a mi tevékenységünk támogatását, rossz, amikor azt mondjuk, hogy alárendeljük magunkat ennek a tevékenységének a szolgálatává válunk, és a csúf ebben az, amikor azt gondoljuk, hogy elvesztjük a felelősségünket az adott témakör iránt. Tehát ez, ami nagyon igazából fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket az eszközöket megfelelő módon alkalmazzuk. Azt, hogy ezt hogyan alkalmazzuk, ez a tipikus alkalmazott kutatási dilemma. Egyrészt jönnek az új tudományos eredmények, vannak a piaci vállalati igények, és akkor ezeket meg kell, hogy feleltessük egymásnak. Izgalmas terület, hogy ezek az eszközök hol, milyen tevékenységeket fognak átszabni, mert hogy fontos, hogy lássuk, hogy a megfelelő alkalmazott kutatást ennek megfelelően igazítsuk. Ez a 2022 év végén megjelent nagy átfogó mesterséges intelligencia jelentés. Itt látjuk a különböző iparágakat, és itt látjuk azt, hogy a számítógépes látás, a mély tanulás, a hálózatelmélet, szimulációk, stb. Milyen területeken törnek át, vagy milyen területeken látnak a szakértők erre alkalmazást. Ezt csak így felvillantom, mert jelezve azt, hogy a magunk fajta, ez egyfajta étlapként is értelmezheti, láthatjuk, hogy milyen feladataink vannak. Izgalmas meggondolni, hogy nekünk itthon, ma Magyarországon milyen feladatunk van ezzel kapcsolatban. 2020-ban jelent meg a Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, ahol azért látható az, hogy 2 millió embert, állampolgárt szeretnének képbe hozni az alapokkal, ami izgalmas, hogy az egészségügyi alkalmazások kapcsán 3 millióan leszünk érintettek valamilyen mesterséges intelligencia megoldás fejlesztésében. Az egész folyamatnak köszönhetően 26%-os termelékenység növekedést várunk el. Érdekes módon egy mezőgazdasági projekt is belekapcsolódik, ammónia kibocsátást 32%-kal csökkenteni, és a GDP-nek a növekedését meg 15%-kal szeretnék a kormányzat a mesterséges intelligencia fejlesztés kapcsán támogatni. Egy nagyon ügyesen átgondolt stratégia mentén, tehát adatgazdaság fejlesztése, innováció fejlesztése, ehhez kapcsolódóan technológia fejlesztés és pár transformatív projekt kapcsán. Tehát ez a magyar terv, vízió a következő évekre. Érdemes megnézni, hogy a Gartner piackutató cég mit mond, hogy mivel érdemes még foglalkozni. Ahogy említettem a 6. vagy 5. ipari forradalom kapcsán, hogy reziliencia nagyon fontos, ezért a Gartner azt mondja, hogy úgynevezett digitális immunrendszert kell kidolgozni a szervezeteknek, azaz a mesterséges intelligencia technikáknak a kockázatokat kell időben feltárni, és beavatkozási lehetőségeket kell javasolnia. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, az áttekinthetőségét a folyamatoknak, szervezeteknek növelni kell, tehát igazából ez a mi missziónk itt a komplex rendszerek figyelemmel kísérése kutatócsoportban, tehát a nyers adatok, amik elemi események, ezeket kontextusba helyezni,
és adatalapú döntést támogató funkciókat el kell kidolgozni. Elkerülhetetlen most már, hogy etikai kérdésekkel is foglalkozzunk. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ezek a modellek hogyan működnek. Nagyon fontos, hogy ezeknek a modelleknek a karbantartását, fejlesztését is megoldjuk, és kezeljük azokat az adatbiztonsági kérdéseket is, amelyek ezekhez a modellek fejlesztéséhez és alkalmazásához hozzákapcsolódnak. És hát az is nagyon fontos, hogy ezeknek a modelleknek folyamatosan fejlődnie kell, tehát ki kell dolgoznunk azokat a technikákat, eljárásokat, amelyek igazából adaptívak lehetnek. Tehát ez egyfajta feladat a következő időszak kutatásához, fejlesztéséhez. És hát nyilván azok számára, akik egy kicsit megijednének megnyugtatásként, hát Pablo Picassót idézném, aki azt mondta teljesen jogosan, hogy a számítógépek haszontalanok, csak válaszolni képesek. Az viszont biztos, hogy a következő időszakban, ahogyan ez a ChatGPT most már a Bing keresőben elérhető lesz, hamarosan integrálva lesz az aktuális tudományos adatbázisokhoz. Tehát most, amikor majd meg tudjuk kérdezni azt, hogy az IKEA-ban vásárolt adott bútor befér-e egy adott típusú autóba, ha a tudományos irodalomhoz is kapcsolódik ez az eszköz, akkor nagyon összetett aktuális tudományos problémákat is meg fogunk tudni kérdezni, és hát ezekre nyilván majd nekünk majd validálandó válaszokat is fogunk tudni adni. Úgyhogy én továbbra is azt gondolom, amit anno Martin Luther King, hogy az emberiség fennmaradása a kreatív gondolkodókon múlik, és valahogyan azért talán sikerült illusztrálnom azt, hogy tényleg ez történelmi helyzet hasonló, mint amikor az ember a Holdra lépett. És egy picit idéznék egy NATO-s konferenciából, ahol egy tábornok fogta John Kennedynek a Holdra szállási beszédét, és az űrszót mesterséges intelligenciára cserélte. Azért szállunk hajóra ezen az új tengeren, mert új tudást kell szereznünk, új jogokat kell kivívnunk, és ezeket ki kell vívnunk, és minden ember fejlődését szolgálnunk. Mert a mesterséges intelligenciának, akár az atomtudománynak és a modern technológiának nincs saját lelkiismerete. Az embereken múlik, hogy jó vagy rosszszerű lesz-e belőle. Nem mondom, hogy vételenül kell, vagy fogunk eljárni a mesterséges intelligencia ellenséges visszaélése ellen, mint ahogyan a szárazföldi vagy tenger ellenséges használata ellen sem. És ezért, amikor kihajózunk, Isten áldását kérjük erre a legveszélyesebb és legnagyobb kalandra, amelyet az ember valaha is vállalkozott. Csodálatos idézet, néha döcög a szöveg, de ez azért van, meg a mesterséges intelligencia fordította. Köszönöm szépen, hogy meg. Megköszönöm professzor úr előadását. Hát én azt gondolom, hogy feltette az íra a pontot ez az előadása mai napon. Egy nagyon magas színvonalú, nagyon összetett, és szinte minden elemében maximálisan tovább gondolásra érdemes előadást hallottunk. Hadd kapcsolódjam az előadáshoz tudósi izgalmammal, ugyanis június 29-én és 30-án a mesterséges intelligenciával foglalkozó konferenciát tart a Gazdaságjog és Társadalomtudomány Szakbizottság itt a házban. Bennünket elsősorban a mesterséges intelligencia és a hatalom, illetve az etika kérdése érdekel. Ugye azt látni kell, hogy például Romániában és Szaúd-Arábiában már a turisztikai tárcának mesterséges intelligencia vezetője. Tehát a mesterséges intelligencia úgymond a kormány tagja. Tehát nagyon érdekes fejlemények vannak itt újólag. Viszont sajnos szembe kell nézni azzal, most is látjuk itt körülöttünk a világban, hogy a politikát, és főleg a politikának a háttér irányítóit
akik felhasználják a tudományos eredményeket, abszolút nem érdekli az etika. Tehát ezzel azért szembe kell majd nézni. Nagyon szépen köszönöm, és most felkérem Padisák Judit akadémikus asszonyt, az MTA Veab elnökét, hogy zárja be a mai ülést. Tisztelt megjelentek, én ismételten köszönöm főtitkár úr és alpolgármester asszony köszöntőjét. Kérem a titkárságvezető asszonyt, hogy adja át köszönetünket a Csolnoki Zeneiskola művészeinek. Köszönöm szépen Almonyi János előadását és mindannyiuknak a jelenlétet. Ezzel az idei közgyűlésünket bezárom. Köszönöm.